Sziasztok! Hol a kameramonunk itt van? Sziasztok! Köszönjük, hogy eljöttetek! 18-20 szempár rám szegeződik meg a Petire. Hát az apropója annak, hogy itt vagyunk, hogy ez a harmadik kötet, aminek Betelt a pohára címe, ez hál' Istennek megjelent. Azt mondanám, hogy a végét írtam meg ennek, olyan szempontból írtam meg a végét, hogy már a kézben van, és tényleg ennek vége van, de valahol meg most kezdődik ennek a kötetnek az élete. Amit olvashattatok már a sajtóban is, van ebben minden. Van ebben szerelem, önirónia, némi politika, kis odamondogatás, kis fika a társadalomra, saját magammal szemben, egyáltalán az emberekkel szemben, de én úgy gondolom, hogy ha majd a kezetekbe veszitek és olvassátok, ha mindent nem is fogtok benne megérteni, mert nem azért, mert olyan baromi felkent költő vagyok, olyan cizellált gondolataim vannak, hanem inkább csak azért, mert nem biztos, hogy mindegyiket józan úgy értem. Ami nem jelenti ezt, hogy nem igaz. Arról sokat nem akarnék beszélni, hogy ezek hogy születtek meg, jöttek és kész. 48 kötet van, vagy egy kötet, 48 vers van benne, kis grafikákkal, amit a kalmárjai balátom, a Kukás tetováló művész haverom Keszthelyi, ő csinálta, hogy egy kicsit dizájnosabb legyen, hasonlóan, mint az első kötetemhez, és Úra Béláig csinálták. Annyit elmondanék, nem tudom, mennyire érdekel benneteket, de szerintem van köztetek olyan, aki a természetet imádja, meg szereti. Azért ezek a kötetek mindegyike ilyen, na, magyarul mi az, recycling, újrahasznosított anyagból készül, és ez tök jó. Én ennek külön örülök. Úgyhogy én a kötetről nagyon sokat nem mondanék. Úgy is kaptok majd belőle, aztán elteszitek magatokról, hogy ez jó vagy nem jó. Ha esetleg bármi kérdésetek van, most tegyétek föl, mert most még hajlandó vagyok rá válaszolni, később az utcán már nem biztos. Szóval, valakinek valami, bár mindegyiket ismerem személyesen, de esetleg mégis valami lenne, akkor most kérdezzetek. 10, 9, 8... Könyvben olvasás után nem ér. Tessék? Zero olvasás után nem ér. Na, figyelj, végül is igen. Jó volt, de jó volt, megfogtál. Nem mondom, hátra tudsz valami. Hátra, mint hogy kézilagban betekintettél egy valami osztól. Sajnos nem voltál még. Miért pont ez a címed adó? Kérti, Betelt a pohár. Nézd oda! Kiürült a pohár. Én szerint... Először kiürül. Jó, oké, bajusz. Miért tett be a pohár? Lehet, hogy ez most olyan súlyosnak tűnik, hogy fú, most aztán itt valami beborult, vagy beszakadt, vagy nem erről szól. Úgy, ahogy mindegyikötöknek szerintem van jó meg rossz napja, úgy én nekem is van. A Betelt a pohár cím, ez meg megint úgy jött, meg volt, már készen volt a 48 vers, amit én ebben a kötetben szántam, és bajlottam a címmel, mindig bajlódok a címmel különben, amit adjak neki. És mivel van egy ilyen címadó vers, úgy gondoltam, hogy ez eléggé mostani. Mert tudom azt, hogy mindegyikötöknek, bármelyikötök akárhol melózik, vagy ha nem melózik, azért be tud tálni a pohár, el tud szakadni a cérna. Én nálam ugyanez van, tehát olyan vagyok, mint én. Úgyhogy a cím ezért van. Ezért semmi nukleáris nem kell gondolni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ezért lett. Én mondom, van benne az égett a világon minden, majd úgyis meg fogjátok látni, aztán kaphatok hideget, meleget, vállalom. Ez is én vagyok. Ugyanúgy, mint hogy a másik kettő is. Átérjük egy picit egy kisebb politikai mesdjére. 68, Prága. Egy kis zenet. Sör, meg hacsin. Széles a volna
szeretnék nektek valamit így gyorsban elolvasni. Te hiszed, hogy látom? Ide kell, hogy állják, bocsássatok. Szóval már nem a régi. A mű címe 6 forjon. Álmatlan álmok, valótlan terep, fényképek, festmények, megrepett keret, bizarr korba érsz, erőltetett menet. Hallatlan hangok, dobhártya reped, íratlan szabályok, fegyvertelen sereg. Kérdőjel mindenütt. Minek nevezzelek? Megfakult tónus, lassítsd a földet. Mekkorha trónus, robbanó töltet. Százszoros dózis, az erekben lüktet. Szálljon a száj, karban akar, ez tetszik, ez jöhet, ezt kérem. Legyen úgy, ahogy lenni akar, hadd forjon újra a vérem. Vállad a vállamnak, micsoda áramlat, hadd forjon újra a vérem. Hát ez volt a hadd forjon. Ezt majd el fogjátok, köszönöm. El fogjátok még olvasni, aztán majd sorok közé néztek. Ha most esetleg megkérdeznétek tőlem, hogy akarok-e még verses kötetet írni, hát nem tudom, három magyar igazság, egyen állás, azt szokták mondani, nem tudom, talán igen, mert mostanában is azért csak írkálok. De ez most az első két kötethez képest, aztán ezt teljesen kulisszatítok, ez most egy kicsit jobban megfingatott. Nem tudom miért, meg ne kérdezzétek. De ez most egy kicsit izé volt nekem, számomra úgy tűnt, hogy ez olyan nehezebben ment, vagy nem tudom, úgy nem akart olyan nagyon-nagyon könnyedén megszületni, mint az előző kettő. Amúgy különben ezt csak így nektek mondom, hogy nem teljesen egymagam toltam ki ezt az egészet, mert azért itt az önkormányzaton segítettek engem, mint anyagilag, mint mindenhogyan, de azért nagyon sok melón van benne. Tök egyszerű lesz, mert amikor megfogjátok, az egész nincs 30 deka, és azt hinnétek, hogy ez ilyen tök egyszerűen kijön az emberből, pedig nem úgy van, de ez teljesen mindegy, ezt be kell vállalni, és én ezt vállalom is. Folytatván a kis esztrád műsorunkat, hogyha még mindig nincs kérdésetek, esetleg valakinek valami, bármi, tényleg esetleg olyan, ami kulisszatitok lehet, érdekelhet benneteket, szívesen válaszolok rá, hogyha van valakinek bármilyen kérdése ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor addig elmondanám, hogy itt kicsit más mezgye, nem csak ebben a kötetben igazából nem szerepel olyan vers, ami dalformátumként megjelent volna. Úgyhogy ezek majd még, ez még a jövő zenéi, hogy melyikből lesz esetlegesen dal. Azért tértem át erre a témára, mert azért el kell, hogy mondjam, ha már egyszer itt vagytok, aki még nem tudná. A Petivel már tervezzük, jövő évre 25 éves lesz a bazuka, úgyhogy egy nagyszabású, úgymond monster koncertet akarunk csinálni. Egyszer vagyunk 25 évesek, szar kimondani? 25 éve, annyira mindegy, igaz? Ez van. Úgyhogy átmegyünk megint egy kicsit a zenében. Egy olyan dal fog következni, ami szintén a saját szerzeményünk, ami igazándiból rólam szól, de majd figyelitek a szövegét ismételten csak, persze közben figyeltek a zenére is, mert a Petinek nagyon jó zenéje vannak. Lehet, hogy magatokra ismertek. Jégtáda! Senkim sincsen. Néha meg azt, hogy sok a barát. A városon élek és ahol születtem. Velem szomorú és velem vidám. A gyerevem, jégtábla, magányos és hideg. A világtól elzárva, olvad és semmi lesz. Nem keresem már őt sem az utcán, azt sem tudom, hogy ki vagyok én. Egyedül állva a híd alatt sírok, hogy hol szúrtam el.
hiszem el, hogy magam vagyok. Szereti ő is az utcákat éjjel. Hihetetlen, de nem találom. Ah, a gyereben jégtábla, magányos és hideg. A világtól elzárva, holad is semmi lesz. Hey! A híd elcsítálva, veszélyes és rideg. A híd elcsítálva, ostobán integet. A híd elcsítálva, egyszer csak vége már. A híd elcsítálva, sejtem, hogy mire vár. Nagyon szépen köszönjük. Én nem lopom tovább, nem rabolom tovább az időtöket. Még egyszer köszönöm mindenkinek. Jeti, Monyó, Szabi, Juti, Bea, Csajok, mindenki, Bajuszt, aki eljött. Köszönöm a Petinek, tapsoljátok meg a gitársor. Köszönöm a Sanyinak. Köszönöm a Csarminak, Robi! Köszönöm mindent, köszönök mindent, oda is köszönök, nektek is köszönöm, aztán aki most gondolja, annak most dedikálok kötetet, és még egyszer, tök jó, hogy itt voltatok, köszönöm. Aki meg nem jött el, annak meg ennyi, tehát az így járt. Köszi szépen!